gyémánt díjak sorakoznak a Városháza dísztermében, ezek mind térségünk elismerései. Idén 8. alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete a Város Marketing díjat. Az idei év fődíjasa, a Marketing Fővárosa cím tulajdonosa sorozatban 3. alkalommal Nyíregyháza lett. A Szabolcsi megyeszékhely mindezt 20 különböző témával érdemelte ki. Díjazták például a bench esteket a felújított bench villában, a nyírségi disznótoros fesztivált és a hozzátartozó nemzetközi böllérversenyt, de a Nyírség Tánc Együttes online rekord kísérletét is. Nekem több olyan téma eszembe jutott, amivel még pályázhattunk volna, de nem baj, majd jövőre is pályázhatunk, és vannak új dolgok, amit érdemes megmutatni. Ez mindig jó, és vissza is köszön. Nagyon sok nyíregyházi elmondja nekem, hogy ezekből a híradásokból érkeztek vissza ismerősei, rokonai, barátai, és milyen nagyon pozitívan beszéltek a városunkról. Tehát ez a kör, ez egy nagyon fontos dolog, és az is fontos, hogy ez ne álljon le, mert hogy egyébként van miről pályázatanyagot készítenünk most is, és azt remélem, hogy lesz a jövőben is. A kisvárosi első elnevezésű díjat ismét Vásárosnamény tudhatja magáénak, hiszen a díj legaktívabb nevezőjének bizonyult kisváros kategóriában. Ez idén 9 gyémánt díjat jelentett, amely mutatja az önkormányzat elkötelezettségét a város iránt. Nagyon fontos számunkra az, hogy a település, ahol élünk, a városlakók örömére gyarapszik, ugyanakkor ezt nem mindig veszük észre. Épp ezért kellenek azok a szakemberek, akik rávilágítanak arra, hogy miért történik a városban, milyen nevezetességeink vannak, milyen eseményeink vannak, milyen rendezvényeink vannak, és ezt hogyan kommunikáljuk. Több területen végeztünk az élen, és kaptunk gyémántdíjat, de nagyon fontos az, hogy ez egy olyan szerteágazó kör, amit így egybe foglalva öröm látni és értékelni. Ezek összessége alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is díjazott lett. A 29 gyémánt díjjal a Marketing Aktív megye címen csöbelte be 2020 és 2021 után idén újra. Ez a városainak a sikere, de természetesen a sikerben mi is fürdőzünk, mint Marketing Aktív megye, de ami külön elismerésre méltó, és ami tényleg nagyon nagy büszkeségünk az, hogy a városaink közt együttműködés is van, hiszen ha Nyíregyházára és Vásárosnaményre gondolunk, akkor ha valaki figyelte az elmúlt évek történéseit, akkor láthatta, hogy akár sportterén, akár kulturális életben, akár gazdasági életben vannak olyan közös kapcsolódási pontok és együttműködések, amelyek előre viszik mind a két várost, és ezzel előre viszik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is. A pályamunkákat szakmai zsűri értékelte, többek között a kreativitás, a szakszerű megvalósítás és a hatásosság alapján. Sok jó marketing kezdeményezést kell megvalósítani, és jól meg kell írni a pályázatokat. Ugye 4 kategória van, a rendezvény kategória, a városfejlesztési programokhoz kapcsolódó marketing, kommunikáció, arculatfejlesztés, és hát az identitásépítéssel kapcsolatos ügyek. És hát láthatóan ez itt a térségben, a városban és Vásárosnaményben is fontos szerepet játszik, és jól megírták, és a zsűri jól értékelte a pályázatokat. 2022-ben összesen 24 város adott be 146 nevezést, ezek közül 93 kapott gyémántdíjat. Az elismerések odaítélésének célja, hogy felhívja a figyelmet a települések, térségek fejlesztésében egyre fontosabbá váló marketing tevékenységre.